Erasmusból egy eléggé érdekes korszak határán élt, ez a késő középkor volt, amikor igazság szerint az emberek életét a vallásosság mellett nagyban átjárta az az utolsó ítélet elképzelés, ami a század végén a Nürnbergi krónikában jelent meg. Ebben igazság szerint leírták, hogy az emberiség hatodik nagy korszakában eljön az Antikrisztus, elkövetkezik a végítélet napja, és tulajdonképpen ez az egész krónikabeli leírás, ez teljes egészében átjárta a késő középkori emberek életét. Párizsi Lourdes-ból érkezett hozzánk a Bolondok hajója című kisméretű fatábla, amely egykor egy sokkal nagyobb három osztatú triptihonnak a részét képezhette. Egy nagyon fontos irodalmi alkotásból táplálkozik. Sebastian Brandt 1497-ben jelentette meg ezt a művét, amely ironikusan verses formába szedve mutatja be az emberi balgaságokat, az emberi bűnöket. Látható, hogy a hajó az olvasási irányjal ellentétesen halad, nem balról jobbra, hanem jobbról balra. Ez tulajdonképpen arra utal, hogy kapitány nélkül a kárhozat fele úszik ez a hajó egyenesen a pokolba. Mindenképpen meg kell említeni a 2016-ban alapult nagy Bosch projektet, amely tulajdonképpen a Bosch életművet 22 saját kezű alkotásban állapította meg, és ebből a 22 olajképből, olajtáblaképből, ebből 10-et ma bemutatnak a Szép Művészeti Múzeum falai, illetve itt lehet megtekinteni. A Brüsszelből érkezett triptihon az utolsó ítélet örökíti meg, a középső tábla előterében felsejlenek azok a bűnök, ami az emberiség vesztét okozták. A jobboldali táblán már az a földi paradicsom mutatkozik be, amely az utolsó ítélet után a tiszta lelkűeket fogadja, hogy benépesítsék újra ezt a megtisztított világot, viszont a baloldali tábla a sokkal vészjóslóbb, és azt a pokolbeli látomást mutatja be, amely egyébként Bosch saját korában már számos irodalmi alkotásban olvasható volt. Démonikus figurák, csúszómászók, békák és minden egyéb fenevad ábrázolások, amely Bosch képi világát is mélyen áthatják. Ezekhez a túlvilági látomásokhoz, démonikus alakokhoz, háborúkhoz, járványokhoz igazság szerint a mai ember is tud kapcsolódni, és ezzel számunkra is körbetükröt mutathat, illetve egy olyan példát hoz, amit jobb elkerülni, hogyha nem a tisztító tűzbe vagy a pokolra szeretnénk kerülni.